stressz az, amit mi annak tartunk, hívta fel a figyelmet Császár Noémi az Egészségesen a Hegyvidéken Szabad Egyetem legutóbbi előadásán. Pindur-pandur közlekedési verseny a Kimbi óvodában. A Süni óvodások csapata bizonyíthat az országos döntőben. Szöul nemzeti kincsei. Kiállítás nyílt a Koreai Kulturális Központban a magyar-koreai diplomáciai kapcsolatok 25. évfordulója alkalmából. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Szöul nemzeti kincseiből nyílt egyedülálló kiállítás a Koreai Kulturális Központban. A tárlaton 24 iparművész 150 alkotása látható. A bútorok, festmények és használati tárgyak készítői máig megőrizték a hagyományos kézműves technikákat. A most megnyílt kiállítás is része annak a sorozatnak, amellyel a koreai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulóját ünneplik. Szöul kincsei a hegyvidékre érkeztek. Magyarországon eddig még nem látott kiállításnak ad otthont a Koreai Kulturális Központ. A Korea kincsei Szöulból című tárlaton 24 iparművész bútorokon, ékszereken, festményeken és különböző használati tárgyakon keresztül mutatja be a koreai kézműves kultúra értékeit. Először nyílt Magyarországon koreai iparművészeti tárgyakból kiállítás, így ez egy egyedülálló, és egyébként a Koreai Kulturális Központ egész területét felölelő kiállításról van szó. A kiállított tárgyakat több mint 2000 éves iparművészeti hagyomány jegyei őrzik. Ez például a király pecsétje, amelyet két sárkánnyal díszítettek. A pecsét olyan nehéz, hogy az uralkodó is csak segédek közreműködésével tudta azt megemelni. Ehhez hasonló faládák pedig a mai modern lakásokban is megtalálhatók. A bútor díszítéséhez az osztriga kagyló belső héját használták fel. Minden művész egyéni stílust és sajátos technikát használ a tárgyak készítésekor. Ez a hölgy hagyományos csomózással készülő díszeket alkot. First, I'm doing the all look around the museum pieces. Természetesen én is megpróbálom utánozni a ma már csak múzeumokban látható tárgyakat és motívumokat. Ami kifejezetten rám jellemző, az az, hogy a sejem színezése során természetes festési eljárásokat használok. Itt Magyarországon is tanulmányozni fogom, hogy a magyarok milyen technikákat alkalmaznak. Elképzelhető, hogy valamelyik eljárást én is beépítem majd a művészetembe. A most megnyílt kiállítás is része annak a sorozatnak, amellyel a koreai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulóját ünneplik. A megnyitón Schmidt Pál volt köztársasági elnök kiemelte, Magyarország és Korea kapcsolata dinamikusan fejlődik. Amikor két ország kapcsolatáról beszélünk, akkor abban benne vannak az üzleti kapcsolatok, a kulturális, az oktatási, a technikai, a kutatási, a turizmus, művészeti, tehát két ország kapcsolatát nagyon sok minden jellemzi, de ha egy szóval akarok válaszolni, akkor dinamikusan fejlődtek. Tudom, hogy ez a nézőnek nem mond semmit, csak egy ilyen elcsépelt szó, de való igaz, hogy a kereskedelmi kapcsolat az elmúlt 25 év alatt meg 20-szorozódott. Korea számunkra az egész hatalmas ázsiai kontinens negyedik legfontosabb partnere, pedig ott igazán fontos országok vannak, és ők is nagyon komolyan számon tartanak minket. Korea magyarországi nagykövete szerint a tárlat révén a magyar emberek is megismerhetik a koreai kultúrát. Úgy gondolom, ezen a kiállításon keresztül egy remek alkalom nyílik arra, hogy a magyar közönség bepillantást nyerhessen Korea mai napig élő tradicionális kultúrájába. Rendkívül örülök annak, hogy a Koreai Köztársaság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulója alkalmából egy ilyen nagyszabású kiállítást mutathatunk be. A megnyitón Fonti Krisztina alpolgármester és Sikota Krisztina az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke is részt vett. A kiállítás június 10-ig látogatható.
Itt a tavasz. A hegyvidéki önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezi a tavaszi nagytakarítást április 26-án szombaton. Ezt követően a sokak által várt virágoztás következik május 10-én szombaton, a polgármesteri hivatal melletti kis téren, a Városmajori plébánia előtt, a Zugligeti bölcsödénél, valamint a Pagony utca és a Fodor utca találkozásánál lévő élelmiszerbolt előtt osztanak futómuskátlit. A tavaszi munkálatokhoz kapcsolódóan a hegyvidéki önkormányzat pályázatot írt ki azoknak a kerttulajdonosoknak, akik vadgesztenyefáik védelmében ingyenes aknázómó jelleni permetezést szeretnének igénybe venni a kártevő második nyári rajzási időszakában. Idén is kinyitnak a 100 éves hegyvidéki házak. Április 26-án és 27-én változatos programokkal várják az érdeklődőket egész Budapesten. A 12. kerületből 4 lakóház csatlakozott a Kortárs Építészeti Központ által 4. alkalommal meghirdetett Budapest 100 elnevezésű civil programhoz. Szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között fogadja a látogatókat a Csaba utca 7 pere alatti társasház, ahol a BME Építész Klub szervezésében épülettörténeti kiállítás nyílik. A Gregus utca 8-ban élők a vintage és az old school jegyében zenés divat bemutatóval elevenítik fel a 100 évvel ezelőtti divat irányzatokat. A szomszédos 10-es számú házban épülettörténeti kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket, míg a Királyhágó tér 1-es számú lakóházban a ház lakója, Szabó József restaurátor és grafikus, valamint Kőnik Frigyes festő és grafikus munkáiból nyílik kiállítás. Egyre többen szenvednek a stressz káros hatásaitól, a magyarok 7%-a depressziós. A mindennapi stressz nem csak lelki megterhelés, de betegségeket is okoz, mert gyengíti az immunrendszert. Stressz az, amit mi annak tartunk. Ez a felismerés jelentős segítséget adhat a stresszel való megküzdésben, hívta fel a figyelmet Császár Noémi az Egészségesen a Hegyvidéken Szabad Egyetem legutóbbi előadásán. Alvászavar, rossz közérzet vagy magas vérnyomás. Ilyen következményei lehetnek, ha valakit tartósan negatív stressz ér. Felmérések szerint egyre többen küzdenek a stressz káros következményeivel, például a szorongással és a depresszióval. Ráadásul a magyar egyike a világ egyik legdepressziósabb nemzeteinek, mondta Császár Noémi az Egészségesen a Hegyvidéken Szabad Egyetem legutóbbi előadásán. Magyarok egyrészt pesszimisták, de ez egy nagyon érdekes kérdés. Vezetjük a depresszió, szorongás és mindenféle ilyen negatív köröket, öngyilkosság, például az időskorúak és a gyerekek öngyilkosságában világelső vagyunk, de miért? Mint minden jel szerint ez egy kulturális normán alapul, és ez a legnehezebb egy kultúrát megváltoztatni. A stressz lehet pozitív, vagyis előrevívő, de a váratlan helyzetekre a legtöbben mégis rosszul reagálnak. A stresszt pedig szinte bármi előidézheti, a szorító határidők, a dugók, a tömeg vagy a zaj. Sok minden azonban attól függ, hogy mi magunk hogyan értelmezzük. Vagyis stressz az, amit annak tartunk. Ez a felismerés jelentős segítséget adhat a stresszel való megküzdésben. Innen jön a megoldása, ami lehet problémaorientált, érzelemközpontú is egyaránt, és természetesen a segítségkérés is egy módja ennek. A problémaorientáltban arra fókuszálunk, hogy mit kell ahhoz tegyek, hogy ebből kilábaljak, amit ma én rossznak élek meg. Tehát a hegyet kanállal is el lehet hordani, csak szisztematikusan nem feladva kell tenni, és mindig a mára koncentrálva. Ma ezt kell tennem, nem nézek előre, csak nézem a ma dolgát, és akkor a lapátolom. Az érzelemközpontúban arra figyelek, hogy a hozzávaló viszonyulásomat hogy tudom változtatni, tehát nyilvánvaló, hogy a tényeket nem, de azt, hogy hogy élem meg, azt igen. Ebben nagyon sok eszközünk van. Dr. Császár Noémi azt mondja, a stresszoldás hatékony eszköze lehet a relaxáció, vagy egyszerűen a pozitív gondolatok táplálása. Ha azonban mégsem sikerül egyedül megoldani a problémát, szakember segítségét kell kérni. Szakemberből pedig jóval többre lenne szükség, tette hozzá Császár Noémi. Ebben is segíthet a Nemzeti Lelki Egészség Stratégia, melynek kidolgozásában a Magyar Pszichiátriai Társaság is részt vesz. Magyar Pszichiátriai Társaság klinikai szekció elnökeként ezeken a tárgyalásokon részt veszek, javaslataimat elfogadja a minisztérium. Bízunk benne, hogy tényleg érvényt is szerzünk. Most egy nagyon komoly, hogy ez a Kopp Mária egészségfejlesztő program, nagyon komoly, nagy, úgynevezett ernyő program indul, ami prevenció hangsúlyú. Az Egészségesen a Hegyvidéken Szabad Egyetem következő előadása május 29-én lesz.
Játékos ügyességi és elméleti feladatokban bizonyíthattak a hegyvidéki óvodások a Pindur-Pandur verseny kerületi fordulójában. A vetélkedő célja, hogy a gyerekek játékos formában ismerjék meg a közlekedés szabályait. A verseny győzteséről sorsolással döntöttek. A májusi országos döntőn a Sünni óvoda csapata képviseli a hegyvidéket. Hogy hívják? Pindur-Pandur! A Pindur-Pandur verseny kerületi fordulójára a hegyvidéki óvodák csapatai ezúttal a Kimbi óvodában gyűltek össze. A gyerekek először azt tanulták meg, hogyan köszönnek egymásnak a rendőrök. Figyelem! 1, 2, 3! Jó napot kívánok! A bemutatkozások után kezdetét vette a versengés. A megmérettetésen összesen 6 csapat vett részt, akiknek különböző ügyességi és szellemi feladatokon kellett bizonyítaniuk. Az ügyességi feladatokban a gyerekek nem csak a közlekedési szabályokkal ismerkedhettek meg, de azt is megtanulhatták, hogyan dolgoznak a lovasrendőrök, vagy miként kell segíteni a bajba jutott autósoknak. Az akadályverseny mellett elméleti kérdésekre is választ kellett adniuk a kicsiknek. A vetélkedőre minden óvodában készültek. Különböző közlekedési eszközökkel előtte megismertettük a gyerekeket, illetve az összes óvodába, szárazföldi, légi, sinen közlekedő járművekkel. Múlt héten utaztunk busszal, kisvasúttal, mert ugye általában a 12. kerületi gyerekek autóval járnak, és olyan nagy élmény volt nekik a közös buszos utazás, hogy szerintem nagyobb élmény volt, mint bármit, amit közösen csinálnak. A Pindur-Pandur egy országos közlekedési verseny, aminek az a célja, hogy a gyerekek játékos formában sajátítsák el a közlekedés szabályait. Az óvodások többsége már most is ismeri a KRESZ bizonyos elemeit. Jobbra kanyarodni tilos, balra kanyarodni tilos, meg hogy hát többet nem tudok, de nagyon tetszett ez a kis verseny. Azt, hogy végül melyik óvoda csapata jutott az országos döntőbe, sorsolással döntötték el. És már is kibontjuk, és figyeljetek ide, mit láttok itt? A döntőben tehát a Sünni óvodások csapata bizonyíthat. A résztvevőknek Hoffmann Kornél rendőrkapitány gratulált az eredményekhez. A gyerekek láthatósági mellényt és oktató füzeteket tartalmazó csomagot vehettek át. A kerületi kapitányság az elmúlt évben már több kicsiknek szóló programot is indított. A közlekedés rendészet terén próbálunk főként nyitni az óvodáskorúak irányába, hisz azt mondom, hogy talán az ő irányukban ez a legfontosabb első körben. Itt közlekedési kresszpályákat szoktunk jobb időben kivinni az óvodákba, iskolákba, és ott ismerkedhetnek a jelzőlámpákkal, a jelzőtáblákkal, illetve akár a rendőri karjelzésekkel, illetve hát itt valamilyen mértékben egy ilyen ismeretfelmérőt is el szoktunk azért végezni, hogy a kresszabályokat mennyire ismerik, amiket ugye be kell tartani nap mint nap az utcán, illetve talán ide tartozhat a minden évben megrendezésre kerülő rajzpályázatunk is. A vetélkedő végén az óvodások azt is kipróbálhatták, milyen érzés egy szirénázó rendőrautóban ülni. A Pindur-Pandur vetélkedő országos döntőjét május végén rendezik meg. Kevés pénzt és időt fordítunk a kultúrára, derül ki az Euróbarométer felméréséből, amely a 2013-as kulturális szokásokat hasonlította össze a 2007-es adatokkal. Hazánkban például 18%-kal esett vissza azoknak a száma, akik szabad idejükben könyvet olvasnak. A magyarok 60%-át, míg az uniós átlag 50%-át nem érdekli a magas kultúra, a balett, az opera és a tánc előadás. Nem csak nézni nem szeretik a magyarok a tánc és ének előadásokat, de csinálni sem. A magyarok csupán 21%-a táncolt, énekelt, zenélt, festett, írt vagy végzett hasonló kreatív alkotó tevékenységet egy év alatt. A megkérdezettek többsége drágának találja a kultúrát, valamint a kevés szabadidővel indokolják a kevés kultúrafogyasztást. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!